Csöbbáztok, srácok! A korábbi videómban, amelyikben tehetségeket mutattam be, a legtöbben a zongorázó tyúkra szavaztatok. Ez adta ötletet, hogy ebben a videómban híres állat celebeket fogtok látni. Csecse Attilának, a Pudding nevű macskájának van instája, a YouTube-on pedig 2 millió megtekintése van a videóinak. Egy macskának hogy lehet ennyi? Az én kedvencem a Pudding titkos élete. Végad van a szettéplák. Na mi van? Nagyon vicces. A Pudding próbálja a evés. No de ki enne meg egy macskát? Vannak olyan országok, ahol macskát esznek. Szerintetek mit csinál egy malac a szabad idejében? Rossz válasz. Fest. Azt ez a malac, hogy fest. Halljátok, srácok, ennek lehetne több millió feliratkozója is. Saját kiállítása van. Ez durva. Nekem még sosem volt kiállításom a rajzaimból. Lehet, hogy én is lehetnék egy festőművész. Szerintetek mit venne ez a malac a pénzéből? Gardaszkát? És milyen lenne vele egy interjú? Azt válaszolnám mindig, hogy röp. Te mit kérdeznél tőle? Én azt kérdezném, hogy tudsz ilyen szépen festeni? Röf! És képzeljétek, nem csak a malacok tudnak festeni, hanem a elefántok is. Trrrr. És tudjátok, mit festett? Önarcképet. A ormányába dugják be a ecsetet. Még jó, hogy nem szippantja föl. És megeszi. Ez a jégtáncos macska olimpiai bajnok lett. Ritka, mint a fehér holló. Vagy a beszélő holló. Hello. Hello. Mindent megtesz a kajáért. Még utánozza is a beszédet. Kaját kérek, kaját kérek. Einstein a madár azon kívül, hogy beszél, még állott hangokat is tud utánozni. A Facebook feltalálójának, Mark Zuckerbergnek van egy magyar puli kutyája. Beefnek hívják, és milyen meglepő, hogy saját Facebook oldala van. Na most robban a cukiság bomba. Ez a kutya születésekor belefért egy kávés csészébe. És ez a apróság szenzációként bejárta a internetet. Az én pódiumon meg egy vagány 3D-s kutya van. 3D. Ez pedig a tüszögős panda videó. Az anyapanda megijedt a baby panda tüszögésétől. Tök vicces. Képzeljétek, ráközelítettek a arcára egy mókusnak, és egy olyan zene ment közbe, hogy... Ez a 9. legtöbbször felhasznált videó a neten. Ez meg a Justin Bieber változata. Nektek ki tetszik jobban? Írd a komiba. Nekem mondjuk Justin Bieber, mert ilyen komolyan néz, hogy... Ezt a nagyon cuki kis kutyát Boo-nak hívják, saját könyve van, és egy légitársaságnak a nagykövete. Ez a kutya olyan menő, öltönye van, napszemüvege, Menzver Dognak hívják, természetesen New Yorkban lakik. Azért ilyen stíl. Ez tényleg egy kutya? Vagy csak egy beöltözött ember? Ez mondjuk nem egy igazi cica, de imádom a nyamketet. Nincs olyan, aki nem ismeri ezt a videót. 1,5 millióan lájkolták. Én azt szeretem a nyamketbe, hogy olyan cuki feje van. Nem a
olyan, mint egy igazi macska, mert egy zekváros kenyérből van a hasa. Én is csináltam egy kiállítást a rajzaimból. Nektek melyik tetszik jobban? A malacia elefanti? Vagy esetleg a enyém? Na ennyi volt a cél évekből, ebihol, értitek? Na jó, ez komolyan egy fagic volt. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, kommenteljétek 1000-1000-1000-rel, írjátok meg, hogy szeretnétek még ilyen videót, és nyomjátok meg a kis harangot. Ha megnyomjátok a kis harangot, ti lehettek a első kóizók. Úgy értem a legelső. Sziasztok, srácok, cipzár ezen! Ilyen, ilyen jó!